Segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tudjuk meg a karácsonyi történet egy részét, úgy, amint a Máté evangéliuma második részének első 12 verséből olvasom. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, zavarba jött, és vele együtt az egész Jeruzsálem. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a proféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak. És íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt, afelett a hely felett, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak néki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álmukban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Isten áldja meg az igét, amit hallottunk, hogy ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig éljen, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy együtt lehetünk most előtted, mint egy nagy család. Köszönjük, hogy te egyformán ismersz és szeretsz mindnyájunkat. Köszönjük, hogy mindnyájan atyánknak szólíthatunk, és átélhetjük, mit jelent a te gyermekednek lenni. Tudjuk, hogy ez csak azért lehetséges, mert te úgy szeretted ezt a világot, benne minket is, hogy elküldted a te egyszülött fiadat, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Áldunk téged, Jézus Krisztus, hogy testté lettél, emberré lettél, hogy segíts rajtunk. Kérünk, hogy hadd hangozzék most is közöttünk, erővel és hatalommal, a te szabadító szeretetedről szóló jó hír, evangélium. Kérünk, hogy minden, ami itt most elhangzik, hirdesse nékünk ezt, és szolgálja a te dicsőségedet. Könyörgünk hozzád azokért, akik szomorú szívvel vannak itt. Légy az ő vigasztalójuk. Különösen is könyörgünk egy testvérünkért, aki egyedül van, mert elszólítottad mellőle évekkel ezelőtt a hitvesét. Köszönjük, hogy te vagy az ő vigasztalója is. És te megtanítsz mindannyiunkat túllátni a láthatókon. És te élő reménységgel töltöd meg a szívünket. Így ajándékozd meg most is minket a te igéddel, azon keresztül szereteteddel, szabadításoddal, ígéreted szerint. Amen.
Az előbb felolvasott bibliai történetnek két versét újra hallgassuk meg, a Máté evangéliumot második részének második és harmadik verseit. A bölcsek ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, zavarba jött, és vele együtt az egész Jeruzsálem, összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Kedves gyerekek, egy nagy kirándulásra szeretnélek most meghívni benneteket, pontosabban egy 2000 kilométeres körutazásra. Az útvonal a következő, Babilon, Jeruzsálem, Betlehem, Babilon. Három szakasza van ennek az útnak, az első Babilontól Jeruzsálemig tart, a második Jeruzsálemtől Betlehemig, a harmadik Betlehemtől, de más úton, mint odafelé, ismét vissza Babilonba. Hogyan kezdődött ez az utazás, erről is értesülünk a Szentírásból. Ázsia közepében, az Eufrátesz folyó alsó folyásánál, valahol a mai Irak területén éltek azok a bölcsek, akikről itt a Bibliában olvastunk. 2000 évvel ezelőtt, amikor ők éltek, nem sokan tudtak még írni, olvasni. Ők azonban nagyon iskolázott, képzett emberek voltak, otthonosan mozogtak a természettudományokban is, és mivel sok mindent tudtak, az uralkodónak a tanácsadói is voltak. Az egyik napon éppen arról beszélgettek, hogy ki mit látott az utóbbi időben a csillagos égen, mert azt is vizsgálták nagy előszeretettel. Az egyik elkezdett lelkendezni, hogy láttátok azt a nagyon fényes csillagot? Nem egy az, hanem kettő, igazította ki egy másik, csak egynek látszik, azért olyan fényes. Mégpedig nem is akármelyik, toldotta meg a harmadik, mert a király csillag az egyik, a Jupiter, és Izrael csillaga, a Szaturnusz a másik. Izrael csillaga, kérdezte egy negyedik, aki ott ült. Hol lakik az a nép? Valahol a földközi tenger partján. Olyan messze, nagyon messze. Mindegy, hogy hol lakik, mondta az, aki előtte szólt. Abban a népben egy nagy király születhetett most meg. A két csillag együttállása feltétlenül ezt jelenti. Ekkor kapta fel a fejét az, aki közülük a legfiatalabb volt, és kérdezte, egy nagy király? Izraelben? Én erről hallottam. Azoktól a zsidóktól, akik a fogság óta itt maradtak, azok mindig beszélnek valami nagy királyról, hogy nekik majd egyszer megszületik egy nagy királyuk, valami Krisztusnak nevezik, az ő nevükön Messiásnak. És azt mondják, hogy az lesz a világ ura. Azt mondják, hogy az magát, az Isten fogja képviselni itt a földön. Hol kell a Krisztusnak megszületnie? Kérdezte, mint aki nem figyelt oda a beszélgetés elején. De a többiek nem törődtek vele, nem nagyon érdekelte őket, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie. Ő azonban váltig kérdezgette, és a végén visszakérdezték, hogy miért olyan fontos ez neked? Mert el akarok menni imádni őt. Imádni? Na erre még aludjunk egyet, mondták, aztán elbúcsúztak. Másnap azonban, amikor találkoztak, ez a legfiatalabb megint ezzel a kérdéssel állt elő, hol kell hát a Krisztusnak megszületnie? Hát ott valahol, nagyon messze, 1000 kilométerre is van az innen. De ő csak mondogatta, hogy ő oda el akar menni. És ahogy beszélgettek róla, többüknek a szívében is vágyakozás támadt, hogy ezt a nagy királyt, a világ legnagyobb királyát, ha igaz a jövendőlés, ami róla szól, ne csak megnézzék, hanem imádják is. Úgyhogy a vége a tanácskozásnak az lett, hogy néhány nap múlva fölkelkedtek és elindultak. Arról, hogy hogyan utaztak, meg arról, hogy hányan mentek, nem ír a Biblia. Úgyhogy ezt később találták ki, ezt ne higgyétek el, hogy hárman voltak. Azt már tudjuk, hogy nem királyok voltak, ugye, hanem tudós csillagászok voltak, az ottani uralkodónak a tanácsadói.
Azt nem tudjuk, hogy hányan voltak, azt se tudjuk, hogy milyen állat hátán utaztak, valószínű az, hogy teve háton, mert az volt a leggyorsabb közlekedési eszköz akkor. Minden esetre hosszú, ki tudja meddig tartó utazás után megérkeztek Izrael földjére. Alig, hogy megérkeztek, mit gondoltok, mi volt ennek a legfiatalabbnak az első kérdése megint? Hol kell a Krisztusnak megszületnie? Az emberek néztek rá. Kicsodának? Hát a Krisztusnak, hát ti nem tudjátok, a ti királyotoknak. Hol van a zsidó királya, aki megszületett? Nem tudták. Mindenki csak a vállát vonogatta. Ez nagy csalódás volt ezeknek az embereknek. Ők utaznak hetek, hónapok óta, ott hagytak kényelmet, otthont, lakást, munkát, mindent, hogy eznek a nagy királynak tisztelegjenek, előtte hódoljanak. Ezek meg itt a helyszínen azt se tudják, hogy megszületett. El kell menni a fővárosba. Ki az, akinek mindent kell tudnia a népéről? A királynak. Meg kell kérdezni a királyt. Így érkeztek meg Jeruzsálembe, beállítottak Heródes palotájába. Heródes nagyon megörült nekik, büszkén kihúzta magát, gondolta, hogy jöttek, hogy megnézzék az ő dicsőségét. Talán úgy, mint ahogy 1000 évvel korábban a sábai királynő jött Salamon dicsőségét megvizsgálni. Hát, lesz is itt mit nézni, majd ő beszámol nekik. De megint elhangzott a kérdés, hol van a zsidó királya, aki megszületett? Hol kell a Krisztusnak megszületnie? Kicsodának? Ezek szegények nem tudták, hogy Heródes rettenetesen féltékeny király volt, és mindenkit rövid úton megöletett, akiről azt hallotta, hogy király akar lenni. Féltette a trónját. Jó helyen kérdezték meg, hogy hol van a zsidók királya, aki megszületett. Már majdnem kiszaladt a száján a mondat, hogy az én vagyok a zsidók királya, de aztán észbe kapott, és arra gondolt, hogy a ravasznak kell lenni. És kifaggatta őket, hogy kiről is van szó, ő szívesen segít, hogyne, persze, majd ő megtudakolja. Megtudakolja. Ez volt a második csalódás nekik. Nem tudja a király, hogy hol született meg az ő régen várt Krisztusuk, messiásuk. Micsoda tudatlanság? Vagy talán nem született volna meg? És hiába indultak el? Heródes azonban azt mondta, hogy várjanak egy napot, úgyis fáradtak, pihenjék ki magukat, majd ő utána nézett. Azonnal küldte a futárokat, összehívatta a 70 tagú nagy tanácsot, és kiadta a parancsot, tessék neki minél előbb megmondani, hogyha igaz ez, amivel ezek a bölcsek ide beállítottak, akkor hol született meg ez a gyermek, aki ama nagy király, akiről a jövendőlések szólnak. Az írástudók elővették a könyvtekercseket, abban az időben még nem ilyen könyvek voltak, biztos tudjátok ezt, hanem olyan hosszú, keskeny papíruszra írták fel a szövegeket, azt egy botra rácsavarták, a másik végén is volt egy bot, tehát két bot végét összekötötték, így rögzítették, ezt kellett széthúzni, hogyha meg akarták tudni, hogy mi van ott benne. Az egyik írástudó mindjárt a Mikeás próféta tekercsét vette elő, tekergette, azt mondja, hogy itt van, az 5. rész legelején. Ott van megírva, az, amit olvastam is nektek, te Efratában lévő Betlehem, bár kicsi város vagy, mégsem vagy a legjelentéktelenebb Júda városai között, mert belőled származik majd a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, Izraelt. Tehát, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Betlehemben. Mondták mindjárt Heródesnek, Heródes pedig teljesen kétségbe esett. Ezek szerint mégiscsak igaz. De honnan tudhatták meg ezek? Majd ő beszél velük. Egy kicsit még várakoztatta őket, aztán hivatta magához, és mondta, hogy megvan, egész biztos adatokkal szolgálhatok. Betlehemben született meg, az itt van 8 kilométerre Jeruzsálemtől délfelé. 2 óra alatt odaértek. Menjetek csak el, keressétek meg azt a kis királyt, és ha megtaláltátok, gyertek vissza, szóljatok nekem, mert én is el akarok menni, hogy hódoljak előtte. A bölcsek örömükben azonnal összeszedték a holmiukat, és már indultak is, pedig este volt. Annyira vágyakoztak arra, hogy találkozzanak a Krisztussal, a messiással, a királlyal, azon nyomban még éjszaka elindultak. És megint nagyon csodálkoztak valamin.
Csodálkoztak azon, hogy hát ezek közül senki nem jön velük. Hát hogy lehet az, hogy nem érdekli őket? Tőlük tudták meg, hogy megszületett az ő királyuk. Hát csapatostul kellene most menni, mutatni az utat, gyertek erre, utánunk, erre van Betlehem. Ezeket nem érdekli az egész? Ezek nem hisznek a saját szent irataiknak? Ezek csak fölmondják, mint egy leckét? Fantasztikus, ilyet még nem láttak. Ilyen lelki közömbösséget. De aztán nem sokat törődtek velük. Indultak, 2 óra múlva megérkeztek, és útközben az volt a nagy élményük, hogy a csillag, amelyet láttak már otthon is, itt is föltűnt előttük, és mint egy mutatta az utat, hogy arra-arra Betlehem felé. És amikor Betlehembe megérkeztek, az volt az érdekes, hogy ott már nem kellett kérdezniük, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie. Ott már egészen Isten vezette őket, valahogy a szívükön keresztül, a gondolataikon keresztül, ki tudja hogyan, de biztosra mentek. Bementek egy házba, ott láttak egy kisgyermeket, meg az édesanyját. És ahogy meglátták Jézust, azt mondja a Biblia, valami különös nagy öröm töltötte be a szívüket. Soha ilyet még nem tapasztaltak. Voltak ők már jókedvűek életükben, de az, hogy ennyire betöltse őket a csodálat, az örvendezés, a hálaadás, maguk se tudták volna szavakba foglalni, hogy pontosan mi. De valami, ami egészen új volt, és ami olyan jó volt. Ahogy nézték azt a kisgyermeket, lassan egyik is, másik is térdre ereszkedett, aztán az ő szokások szerint lehajoltak olyan mélyen, hogy a homlokuk a földet érintette. Ez volt a jele annak, hogy elismerlek téged Úrnak magam fölött, én senki vagyok, ha akarsz, rám is léphetsz, én olyan kicsi vagyok. És így imádkoztak az ő isteneikhez is, tehát azt a kisgyermeket úgy imádták, mint Isten. Mert ekkor már Isten őket belülről, a szívükön keresztül egészen bizonyosakká tette arról, hogy ki az a király, akinek a tiszteletére ők megérkeztek. Aztán következett az, hogy behozták a kincses ládát, kipakolták belőle az értékeiket, aranyat, tömjént és mirhát. Ahogy az ajándékot átadták, még nagyobb öröm töltötte be a szívüket. Aztán, mint akik jól végezték dolgukat, elvonultak, hogy pihenjenek egy kicsit, és az volt a tervük, hogy másnap mennek haza. Egy kicsit még kiértékelték lefekvés után a napot, megbeszélték azt, hogy hogy is vezette őket ide a csillag. Mindegyik beszámolt, hogy te is úgy örülsz, én is úgy örülök, és elhatározták, hogy útközben mindenkinek el kell mondani, hogy ők hol jártak. Hogy mindenkinek a szíve tele legyen ilyen örömmel. Először is sietnek vissza Heródeshez megmondani neki, hadd örüljön ő is. De azon kívül még mindenki másnak elmondják. Ezzel az elhatározással aludtak el. De egészen más elhatározással ébredtek. Tudnélik éjszaka, Isten azt parancsolta nekik, életükben először, közvetlenül Istentől kaptak parancsot, igét, kijelentést. Azt mondta nekik, hogy ne menjenek vissza Heródeshez. Mert Heródes nem akarja imádni ezt a gyermeket, hanem meg akarja ölni. És lehet, hogy őket is megöleti. Menjenek csak más úton hazafelé. És ezeknek a bölcseknek egy pillanatig sem jutott eszükbe vitatkozni Istennel. Itt már annyira Istené volt a szívük, hogy magától értetődően engedelmeskedtek annak a parancsnak, amit hallottak. Nem tudjuk, hogy hogyan éltek haza, a további életükről nem szól a Biblia. De én bizonyos vagyok abban, mert én is így tapasztaltam, meg sokaknál másoknál is látom, hogy az az öröm, ami a Jézussal való találkozáskor betöltötte a szívüket, egész életükön át tartott, és ez biztos, hogy sokakkal másokkal is megosztották. Én viszont azt mondtam nektek, hogy szeretnélek hívni titeket egy körutazásra, és nem azt mondtam, hogy el akarom mondani másoknak az utazását. Eddig még csak az történt, hogy beszéltem arról, hogy 2000 évvel ezelőtt néhány okos ember hogyan utazott. De most mit jelent az, hogy mi is útra kelhetünk és elindulhatunk? A Biblia azt mondja, akármilyen furcsán hangzik is ez így első hallása, hogy mi is mindnyájan
Babilonban születünk. Most átvitt értelemben, lelkileg. Vagyis Istentől messze, hitetlen szívvel, Jézus nélkül. És aki ott a maga Babilonjában, a maga hitetlen életében, ahogy megszületünk mindnyájan, hall Jézusról, azelőtt két lehetőség van. Az egyik az, hogy hiszi is, meg nem is, inkább nem hiszi, mint hiszi, és marad ott szépen. A másik az, hogy megszólal a szívében ez a kérdés, és egyre hangosabbá válik, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie. Hol van a Krisztus, aki valóban megszületett? Hol találkozhatom vele? És már is benne van a sűrűjében, és kezdi tervezni, hogy átmenetileg itt hagyja mindazt, ami ide köti, és elmegy, útra kell, hogy Jézus Krisztussal találkozzék. És akit Jézus meg akar szabadítani, annak a szívébe egyre erőteljesebb vágyat volt, és az nem tud nyugodni addig, amíg meg nem érkezik ő hozzá. Ez így kezdődik ma is minden ember életében. És ezek az emberek neki indulnak, és a legtöbbször ők sem találkozhatnak azonnal Jézussal, mint ezek a jámbor bölcsek, hanem találkoznak olyanokkal, akik azt mondják, hogy én hívő vagyok, de közben nem az, csak képmutató. Csak azt gondolja magáról, hogy az. És aki keresi valóban Jézust, az csalódik ezekben. Azt mondja, ilyenek a hívők. Az Isten népe nem tudja, hogy megszületett a királya. Hát micsoda nép ez? Sok akadályon kell keresztül verekednie magát annak, akitben ott zakatol ez a kérdés, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie, míg a végén az ő szívében is megszületik, és találkozik vele. Keresztül mások képmutatásán, tudatlanságán, akadékoskodásán, de aki csak ugyan Jézussal akar találkozni, az mind túllát ezeken a dolgokon, és megy, célegyenest előre, amíg meg nem érkezik a maga Betlehemébe, Jézushoz. És a legnagyobb segítséget ezen az úton mi adja a kereső embernek? Mi igazította útba, ott a küszöbben, az utolsó pillanatokban ezeket a bölcseket? A könyvtekercs. Elővették a Bibliát. Mi van ott megírva? Igen. Húzták. Még. Ez az. Itt van. És ők komolyan vették, ami ott meg van írva. Akkor is komolyan vették, ha olyanok mondták nekik, akik maguk se hitték. Mert az írástudók felolvasták, és ők maradtak ott Jeruzsálemben. Ők nem mentek Betlehembe. Nem baj. Fő az, hogy az igét hallottuk. A Biblia akkor is igaz, ha az, aki magyarázza, rosszul magyarázza, félreérti, nem veszi komolyan, ez nem befolyásolja. Amit Isten mondott, az megáll. Azt kell csinálni. Azt csinálták. Akinek van bátorsága ma is ilyen komolyan venni a Bibliát, az megérkezik Jézushoz. És oda megérkezve átéli azt, amit ezek a bölcsek karácsonykor, megtelik a szíve örömmel, annyira megtelik, hogy még ki is csordul, másoknak is jut belőle, és a rosszkedvű, morcos, elégedetlen, követelőző, szúró, sértődékeny, nehéz természetű emberből lesz egy csöndes, örvendező, hálaadó, másoknak szolgáló ember. Sok ilyet ismerek, akit ismertem azelőtt is, meg ismerem azóta is, hogy megérkezett Betlehembe, hogy találkozott Jézussal. Mert az ő életében is elkezdődött Jézus élete. Ha tetszik, mondom ilyen képpel, az ő szívében is megszületett Jézus. Nos, erre a kirándulásra hívlak én titeket, hogy ide érkezzetek meg ti is, és mi kell ehhez, ennek a történetnek az alapján legalább két dolog. Kell egy elszántság, egy olyan erőteljes vágy, ami ott volt ennek az egyik bölcsnek a szívében, hogy hol van a zsidók királya, aki megszületett. Hol kell a Krisztusnak megszületnie? És nem lehetett elhallgattatni ezzel a kérdéssel, amíg választ nem kapott rá. Meg akarom találni. És kell valami, ami mutatja az utat. És ez ennek a történetnek az alapján Isten igéje. Először csak hallottak valamit Izrael Istenéről, aztán fölolvastak nekik a Bibliából, aztán ott Betlehemben már közvetlenül beszélt velük Isten. Ezt az utat járjuk végig mi is. Először hallunk valamit, vagy igaz, vagy nem tudom. Aztán valaki a Bibliából felolvas, aztán mi is kezünkbe vesszük a Bibliát. És azon keresztül utat mutat nekünk Isten, beszél velünk.
Tegnap, amikor a bibliaolvasó kalauzunk szerinti napi igét olvastam, akkor kénytelen voltam rátok gondolni, és mindannyiótokért imádkozni, hogy Isten adja így a kezetekbe a Bibliát. Ezt a verset olvastam ott tegnap, Pál írja ezt Timóteusnak, az ő kedves munkatársának, mivel te gyermekségedtől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hitáltal. De nagy dolog, ha valaki kisgyerekkora óta ismeri a szentírásokat, amik aztán megtanítják őt az üdvösségre, hogy hogyan juthat el oda, a Jézus Krisztusban való hitáltal. Aki csak ismeri, az még nem jut el oda. Mert ezt az ismeretet ki kell egészíteni a Jézus Krisztusban való hittel. De akkor elvezéreli őt Isten igéje az örök életre. Jó lenne, ha így lenne a mi vallomásunk ma, az Úr Jézusnak tett vallomásunk. Én bölcsőd, szállásod leszek, jövel hát, tölts el engemet magaddal, nagy örömmel. Aranymondásnak ezt a kérdést tanuljuk meg, amit talán már nem is kell tanulni, mert mindnyájan tudtok. Hol kell a Krisztusnak megszületnie? Talán furcsa az, hogy most kérdést tanulunk a Bibliából, de azért tanuljuk ezt meg, mert amíg ez a kérdés nem kezd ott zakatolni valakinek a szívében, addig nem indul el, és addig nem tudja iránytűnek használni a Bibliát, és aki nem indul el, az nem is érkezhet meg. Ez a kérdés indít, aztán Isten az ő igéjével vezet. Így hangzik tehát az aranyigénk, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Mondjuk el együtt is, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Most mondjátok el nélkülem, hol? Akkor azt mondták, hogy Betlehemben, de megszülethet a szívünkben is. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Kérünk téged, Jézus Krisztus, támaszd a mi szívünkben is vágyakozást utánad. Engedd, hogy mindnyájan fölismerjük, hogy nélküled üres az életünk, akármivel tömjük is tele. Te vagy az igazi karácsonyi ajándék, az Isten kimondhatatlan ajándéka. Köszönjük, hogy mindannyian elfogadhatunk téged. Add azt a hitet, amivel be tudunk fogadni. És kérünk, hogy add kezünkbe úgy a te igédet, hogy az valóban útmutató legyen nekünk az üdvösségre. Így áld meg a mi karácsonyi ünnepeinket, hangozzék otthon is a te igéd, a téged dicsérő ének, a magasztaló hálaadás. Szeretnénk mi is akárhol vagyunk most onnan elindulni, és megérkezni hozzád, hogy imádjunk és szolgáljunk téged. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.